Romhányi József. Foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén egymás hátán hegyén nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény fejet 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy embertömbből, mert a másik fele halsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfreccsen, fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak megsenyekken, azután a labdát megcélozza, jól, gól! Egy alacsony néző ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz-e? Persze! Mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek fiúk segíteni havernek, jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek berekedni, buzgón verekedtek, méz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűtt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót, merre egy résleltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután, alig egy-két nappal, a derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal.